Sziasztok! Ez a Pergamera Szavak csatornája, és a mai videóban kitöltöm az Unpopular Opinion teget. Láttam ezt a teget, és rájöttem, hogy igen, én ezt már kitöltöttem egyszer, amikor még blogom volt, de így, hogy videózok, így még nem volt ilyen tag. Márpedig ez szerintem egy tök jó tag, mert nagyon különleges, arról szól, hogy elmondjuk a népszerűtlen véleményünket a könyvekkel kapcsolatban. És hát ilyet ritkán szoktunk csinálni, és úgy gondoltam, hogy most egy kicsit menjünk akkor bele abba, hogy mi az, amit én nem szeretek a könyvekben, milyen könyveket és milyen könyvsorozatokat nem szeretek, vagy nem fogok soha elolvasni. Úgyhogy erről fog szólni ez a tag, nem lesz túl hosszú, és szerintem nézzük is. Az első pont egy népszerű könyv vagy sorozat, amit te nem szerettél. Többet fogok mondani szerintem szinte minden ponthoz, mert egyszerűen annyira sok van. Ide pedig először is a Percy Jackson sorozatot mondanám, aminek az első részét megvettem és elolvastam, és egyébként nem volt vele problémám, mert értem, hogy miért szeretik az emberek, és jó is lenne, hogyha nem idősebben kezdtem volna el, hanem mondjuk tizenévesen. Úgyhogy ez, ez így nem jött be nekem. A másik ilyen pedig a végzett erekéi sorozat, amivel pedig az a problémám, hogy azt is megpróbáltam elolvasni az első részt még nem tudom hány évesen, hány évesen. Nem igazán kötött már akkor is úgy éreztem, hogy klisésen indul, és hogy ilyen könyvet már ezret olvastam. Azóta pedig megnéztem belőle a sorozatot, ami még most is megy, és az már érdekesebb volt, de valahogy mégsem kötött le. Sajnos ez engem nem fogott meg. Második, egy könyv vagy sorozat, amit te szeretsz, de mindenki más utál. Például az Alkonyat, amit tudom, hogy nem mindenki utál, és tudom, hogy sokan szerettük annó, de én még mindig kitartok emellett a sorozat mellett, mert sokat köszönhetek neki. Úgyhogy ezt szerintem mindenképp érdemes ide mondani. A másik pedig a Szürke 50 árnyalata, amit rengetegen utálnak és írtóznak tőle. Én ezt is szerettem, szerintem a romantikus-erotikus történetek között ez is egy jó romantikus-erotikus történet, ennél sokkal undorítóbb és sokkal kevésbé minőségi könyveket is olvasnak az emberek. Ha valaki szereti ezt a műfajt, akkor igazából szerintem ez nem egy hátborzongatóan rossz könyv ebben a kategóriában. Harmadik, egy szerelmi háromszög, ahol a főszereplő a rossz pasival jön össze, legalábbis szerinted. Gondolkodtam, gondolkodtam, és arra jöttem rá, hogy nem tudok ilyet mondani. Márpedig azért, mert egyrészt én gyűlölöm a szerelmi háromszögeket, szóval próbálom kerülni, de egyszerűen mindig beleütközöm. Közben rájöttem, hogy hiába utálom ezeket, valahogy mégis mindig a jóval jön össze a főszereplő lány, akinek én szurkolok, azzal jön össze, és inkább az zavar, hogy egyetlen gondolkodik a másik pasiban, aki szerintem nem kéne, hogy képbe kerüljön. Úgyhogy nem tudok olyat mondani, ahol rosszal jönne össze. Most úgy gondolom, hogy mindig azzal jöttek össze, akiket én is szerettem volna. Egy népszerű műfaj, amit te ritkán olvasol. Szerintem ezt ti is meg tudjátok ítélni a csatorna alapján. Nagyon ritkán olvasok horrort, meg thrillert. Ezt a kettőt, mert nem bírom rávenni magam. Most már egyre több krimit olvasok, megnéztem a régi kitöltött bukteget, és abban például ott volt a krimi is, és ott volt a történelmi regény is, ami nagyon érdekes, mert azóta rengeteg történelmi regényt olvastam, és egyre több krimit is olvasok, míg a horrorra és a thrillerre még most sem tudom rávenni magam. Ettől függetlenül olvastam már életemben ilyeneket, és nem sokára egy uh... Videóban ki is fejtem majd ezt nektek, hogy miket olvastam és miket szeretek ebben a műfajban, ebben a két műfajban, de ezek még mindig azok, amiktől én nem alszok jól, és amiket én filmben sem és könyvben sem tudok elviselni. Szívesen olvasnék, de egyszerűen nem bírom. 5 népszerű karakter, akit te nem szeretsz. Ilyen viszont rengeteg van, és valószínűleg pont azok, amikre nem is számítanátok. És most nem is nagyon gondolkodtam ezen túl sokat, mondok három karaktert, de általában mindig az van, hogy a könyvsorozatoknál én azt nem szeretem, akit mindenki szeret, és azt szeretem, akit mindenki utal. Ez valahogy így jön össze. Harry Potterből Harryt nagyon nem szerettem, a könyvekben még inkább nem szerettem, mint a filmekben, mert úgy éreztem, hogy ő tesz hozzá a legkevesebbet ahhoz, hogy megoldják a Voldemort problémát. Ugyanígy Luna Lovegoodot is gyűlöltem, és tudom, hogy nekik meg az ilyen furcsa, különleges mellékszereplőknek mindig nagy a rajongó tábora, de én például Lunát ki nem állhatom. Ezen kívül az alkonyatból, hogyha már erről beszéltünk, Jacobot gyűlölöm, és tudom, hogy rengeteg Jacob rajongó van az Edward rajongók mellett, hát én egy pillanatig sem gondolkodtam el azon, hogy szeretném-e Jacobot, nem, nem nem, és látjátok, itt is jó emberrel jött végül össze Bella. Egy népszerű szerző, akire te nem tudsz ráhangolódni. Margaret Atwood, aki szerintem most az egyik legnépszerűbb, és egyszerűen nem bírom a kezembe venni a könyveit. Egyébként még ilyen Murakami is. Ezek a két szerző az, akiknél mindig gondolkodom, hogy valamit olvasok tőlük, fogok olvasni tőlük, és aztán egyszerűen nem tudom, hogy mivel kezdjem, és azt sem tudom, hogy Érdemes elkezdenem. Úgy érzem, hogy egyik sem nekem való. Szerintem ezek a szerzők olyan könyveket írnak, amik engem mélyen megsebeznének, és ezért nem merek hozzájuk kezdeni. 7. Egy népszerű klisé, amiben már belefáradtál. Több ilyen is van. A szerelmi háromszög is ide tartozik, de ahogy Dominika is mondta, sokan ezt mondják, de nekem nem ez a legnagyobb problémám. El tudom viselni, nem szeretem, de el tudom viselni. Két nagy problémám van a könyvekkel, amik klisére épülnek. Az egyik, a kiválasztott. Az összes fantazi sorozat azzal operál, hogy van egy kiválasztott főszereplőnk. Persze, kell is egy főszereplő a fantazi sorozatokhoz, de ez a kiválasztott mindig valaki, aki béna, aki nem érzi magának az ügyet, mert eddig semmit nem tudott erről az egészről. Lásd Shadowhunters, amikor is a főszereplő lány nem tud arról, hogy vannak ezek az ányvadászok, és mégis ő lesz a legfontosabb szereplő. A Harry Potter nyilván, de az ott még rendben volt, de hogy utána mindenki ezt kezdte el majmolni, az, az már nem tetszett nekem. A kiválasztott sorozatban ugyanez. Katniss az érzők példában, bár ő szerintem eléggé antihős, és ez egy kicsit kiemeli ebből nekem, és ezért azt nagyon szerettem, hogy ő ilyen hozzáállású. De most már szinte minden, minden ilyen fantaziban ez történik, a vendorsanyom kisasszonyban is ez van, a fiú nem tudja, Jacob, hogy ő egy ilyen világhoz tartozik, és az elején ágál is az ellen, hogy ő bármibe is belefoljon, és mégis ő lesz a legfontosabb szereplő. Szóval én ezt már nem szeretem, örülnék, hogyha egyszerűen csak tudná az illető, hogy van ez a világ, tudná, hogy neki fontos szerepe van, és csinálná kíváncsi lennék egy ilyen történetre, amikor nem kell végigfutnunk azokat a köröket, hogy jaj, de én, én, nem tudom, én nem szeretném, én semmit nem tudok még erről a világról. Egyszerűen csak legyen benne, és csinálja, amit kell. A másik pedig a romantikus, erotikus történetekhez kapcsolódik, ami a szürke ötven után kezdett el teljesen elburjánzani. Az együtt vagyunk, szexelünk, vitatkozunk, szexelünk, vitatkozunk, szexelünk, vitatkozunk, hú, egy sötét titok, ami miatt nem lehetünk együtt mégsem, és aztán összejövünk. Szóval ez... Na, ebből már elegem van. Értem azt, hogyha logikusan meg van indokolva, hogy miért nem lehetünk együtt, mivel hogy ez sokkal izgalmasabb, mint hogyha csak szimplán együtt lehetnek a szereplők, akkor nincs történet. De akkor ne az legyen, hogy van egy sötét titkom, ami miatt nem lehetünk együtt, és valami tök hülyeség lesz, ami a szürke 50 is vonatkozik, de ott egy kicsit árnyaltabb volt. Manapság már arra nem veszik a fáradtságot az írók, hogy ezt ennyire árnyalják, egyszerűen csak nem lehetünk együtt, mert az út sokkal izgalmasabb, és aztán mégis összejövünk. De közben végig összejárunk csak a testiség miatt, és én ezt nem szeretem. Emellett pedig ezt általában azt kíséri, hogy a lány az szegény, vagy szűz, vagy valami hasonló, míg a férfi a domináns, aki nem tudom, gazdag, vagy rengeteg tapasztalata van a szex terén. Szóval ez az, ami már nagyon unalmas, és szerintem ha ezen egy kicsit is csavarnának az írók, már is elviselhetőbb és kevésbé klisés lenne a történetük. Egy népszerű sorozat, amit te nem fogsz elolvasni. A Szent Jóhanna Gimi, amit már többször is emlegettem, én nem szeretnék róla negatív kritikát mondani, mert elhiszem, hogy olyan lehet a téniknek, mint nekem az alkonyat volt, és ha olvasásra ösztönzi az embereket, akkor egy rossz van nincs hozzá, de nem nekem való. Emellett még, amit nem fogok elolvasni, a Luxem sorozat, nem tudom, ez a az űrlényes, meg nem tudom mi is történet, ez már annyira nem, és a kiválasztott, amit még emlegettem, az az, amit megnéztem filmben, és már abban sem volt túl nagy durranás, rossz felé ment el az alapötlet, úgyhogy például azt sem fogom soha elolvasni. Ugyanilyen még a, az útvesztő, aminek, aminek szintén látom a filmverzióját, és nem fogott meg annyira, hogy én azt valaha is elolvassam. És nagyon sok ilyen van a listámon, meg lehet győzni, laura urától is találtam már olyan könyvet, ami lehet, hogy nekem szólna, és lehet, hogy érdemes vele megpróbálkoznom, csak úgy kíváncsiságból, hát majd meglátjuk. És az utolsó, melyik könyv adaptáció, film vagy sorozat jobb, mint a könyv? Ritkán van ilyen, de előfordul. Ide még mindig ugyanazt tudom mondani, ami a leginkább bennem ezt a nyomot hagyta, a ha maradnék, Amiből sokkal, de sokkal jobban szerettem a filmet, mint a könyvet. Ennyi lett volna mára ez a bukteg, Remélem, hogy érdekes volt számotokra, hogy mondtam olyan dolgokat is, amikről eddig nem nagyon beszéltem. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Sziasztok!